Na, milyen volt? Gyere, jó is volt, nekem tetszett, hűsítő én volt. Én belelógatom a lábam, de neked most még nem szólt. Felkötöttem ezt a ruhát, olyan meleg van. És jó érzés volt? Így igen, egyébként fura volt így elsőnek. Nekem is jó volt. Érdekes is volt. Úgy igen, jó volt igen. Egyébként, az elején így nagyon fura volt ruhástól belemenni, de utána megszoktam, és jó buri volt, igen, tetszett. Igen, láttam az elején kicsit félve. Igen, nagyon fura volt az egész, de tetszett egyébként, aha. Jó volt. Hát akkor még máskor is akár jönnél? Szerintem igen, nekem ez így tetszik. Nem volt vészes. Én hidegre számítok, hogy hideg lesz a víz, vagy akármilyen, hogy fura lesz, ruhást tud belemenni, nem lesz jó, de nem is volt olyan vészes, jó volt. Jól lehűlt legalább. Igen, igen, most jól lehűltem. De nekem most ez tetszett abszolút. Újra. Igen, igen. És te felkészültél? Hát, kezdtek, igen. Igen, igen. Tényleg jó dolog. Volt. Igen. Igen. Hát, amilyen meleg mindjárt van, most tényleg kiderül. Le is frissített. Az biztos. Hú, de jó. Mindenképp becsül azt a csekit, mert ugye ez jól néz ki. Hát nem gondoltam volna, hogy így alakul a napunk. Ugye? De ugye? Tetszik. Meglepetés. Igen. Hát szerintem simán belefér, hogy naponta igen. Is lehetne fürödni ruhában. Igen, egyébként nem rossz. Jó volt. Meg nem is tesz rosszat a ruháknak, egyébként is kimosnád őket. Igen, szóval. Igen, igen. Erre én is gondoltam, hogy nem lesz abszolút semmi kárt a ruhában. És a gyerekeknek tetszik az ötlet, hogy mennek ebbe a lovastárba? Igen, nagyon várják már. Igen, nagyon várják. Én is, amikor gyerek voltam, sokat voltam lovastáborba. Aha. Ő is nagyon szereti a lovakat, meg így a lovaglás, szóval biztos jó lesz. Addig nekem is majd lesz egy hét pihém, nyugi. Neked van fiam, ugye? Igen, nekem van. Neked meg lányod van. Igen, nekem lányod van. És jóban vannak? Ismerik egymást? Persze, jó barátok. Annak ellenére, hogy fiú lány egész. Igen, meg van még egy kis korkülönbség, de jól el vannak, eljátszanak most hát, már. Jó. De akkor igen. Egy helyen lesznek mindeket. Igen. Igen. Igen, ez jó. Én is szeretem a lovakat, de mondjuk lovagolni nagyon nem tudok. Én lovagoltam 8 évig. És akkor az úgy nekem megy, de most már abba hagytam, már egy jó pár éve nem lovagolok. Mert lehet nem is nagyon fogok. Volt aha. Egy lovam, őt elvesztettem, azóta így nem nagyon szeretnék újra lovagolni. De majd aha. A kisfiam helyettem is lovagol. Így van. De és fiad, mit csinálsz egyébként? Mivel foglalkozol? Van egy webshop, rokonomnak van egy webshopja, aha. És akkor ott veszem fel a megrendeléseket, feltöltögetem az árukat, aha. A dolgokat, és hát, akkor ezt jó. Szoktam csinálni így ősszel, meg télen, nyáron pedig hostesskedni szoktam, hogy így legyen szabadságom is a nyáron, és akkor úgy jól ki szoktam jönni általában. Aha. Hát akkor a hostesskedés helyett, vagy mellett, akár jöhetnél majd ruhában küldeni. Igen. Elgondolkodhatom, mert tényleg tetszett egyébként. Igen. Na, úgyhogy máskor is szívesen látunk, az köszönöm biztos. Köszönöm szépen. És akkor szerintem lassan kezdhetnénk veled. Én közben kijövök a képből. Az nem lenne gond egyébként, hogyha én nem várnálak meg, én most hazamennék. Na, hogy már sietnék. Mert eszembe jutott, hogy nekem még van már a programom. Úgy gondoltam, hogy szabad programom lesz, ma szabad napom. Hétköznap, de most rájöttem, hogy mennem kéne, nem lenne gond, hogyha itt hagynálak most. Menj, és akkor majd megbeszéljük, hogy milyen persze, volt. Persze. És köszönöm szépen a lehetőséget. Mi köszönjük igazából. Rendben. Remélem, hogy fogom beszélni. Neked meg találkozunk legközelebb. Rendben, sziasztok! Szia!